A desszert már hűl, így nekiláthatunk a szuper egyszerű főételnek. Jöjjön hát a fűszerezett bárányszelet, az ízletes pirított brokkolival és bulgur salátával. A bulgurt puhára pároljuk és lecsöpögtetjük. A sózott brokkolit egy forró, száraz serpenyőben alaposan megpirítjuk, míg füstös és puha lesz. Gyorsan elkészítjük a pikáns dressinget. Harisszapasztát íróval vagy tejszínnel összekeverünk, majd mentalevelet aprítunk bele. Ennyi az egész. Tálaláshoz a brokkolit és a bulgurt borítsuk be vele, és szórjunk hozzá mentát. A desszert és a saláta tehát elkészült. Jöjjön a fűszerezett bárányszelet. Mennyire szereted a bárányhúsit? Nagyon. Nagyon? Egy tízes skálán? 10. Akkor jó, mert most csodás bárányszeletet készítünk. Először is bepácoljuk. A hozzávalókat előkészítettem. Az első? Koriander. Igen, koriander. Tehát egy teáskanálnyi koriander. Hozzáadok egy kis mit is? Kömény. Valóban, ügyes vagy. A kömény apa egyik kedvence. Kurkuma? Kurkuma. Ebből is egy teáskanálnyit. Most hozzá egy kis sót. Aztán kérlek, őröld össze ezt az egészet. Addig én hozom a fokhagymát és a gyömbért. Apa kedvéért alaposan dolgozd össze. Gyönyörű. A fokhagymát keresztbe kell fektetni, és szinte pürévé válik. Krémes lesz. Látod az alját? Sajnos a körmöd is fokhagymás lesz. Nem gond, csak fokhagymaszagú lett a kezem. Nincs is ezzel semmi baj. Minél erősebb a fokhagyma illata, annál kisebb a randi esélye.